Tisztelettel köszöntök mindenkit a sorozat 45. részében. Gyors update az előző részhez. Ugye ott hagytuk abba, hogy ment a gőztermelés, ment a turbine. Viszont, ha emlékeztek az előző videóban, ezek itt fullon tele voltak. Na most egy kicsit utána nézegettem itt a dolgoknak, és rájöttem, ugye már kiírtam az előző videó alá is, hogy ezeket gyakorlatilag mindet 80%-ra vettem, tehát ugye a teljes teljesítményük 20%-át adják le, ami olyan, mintha az 5-ből csak egy darab menne, ugye pontosan annyi. Mert ugye 5x20 az 100. De mondom így, hát ha elosztik a hő, vagy ilyesmi, mindegy, így ugyanaz. Iszonyat kevés a üzemanyagot teszik, tehát 0,032 millibucket per tick, iszonyat nevetségesen kevés ugye anyag. Ugyanúgy kinyomja az 1075 millibucketet, és hajszál pontosan 1799,5 RPM-en megy, ami az ideálistól fél RPM-től, vagy fél RPM-mel kisebb. Tehát ez itt gyakorlatilag azt mondhatom, hogy egy tökéletesen kibalanszolt rendszer. Na most annyit fogok majd következő részre megcsinálni, videón kívül, hogy szerintem én ezt kihúzom még vagy kettővel, hogy legyen annyi túltermelésünk, hogy meg tudjuk szüntetni ezt a részt, vagyis nem szüntetem meg teljesen, mert bennhagyom, de ilyen kapcsol, automatikusan bekapcsoló tartalék energiára fogom. Ja. Van egy-két ötletem, hogy fogom ezt totálisan automatizálni. Mert hogy ugye van rá esély, hogy elfogy a jelórium, bár eléggé kevés. Ne. Na most mi van? Ja, jó. Ja, meg csináltam izét, lézerfókuszt, ugye, hogy nagyobb eséllyel szedjen urániumot, meg jelóriumot. Na már szedett is. Így van. És jelorájtot. Ugye tettem bele egy zöld lézerfókuszt, meg egy jelót. Benne van a receptje, a neiben, majd megnézitek. Ugye ennek az a lényeg, hogy én szerintem, legalábbis én úgy tudom, hogy ugye amilyen színű az érc, olyat fog nagyobb eséllyel fölhozni. Tehát gondolom abból akkor szulfur is lesz emerald, ahogy nézem, itt azért van elég csúnya mennyiség, szétütjük, megnézzük, mennyi lesz belőle. Ja, ugye látjátok, hogy itt azért az elég csúnyán szépen termel, ezt majd itt egy ender chestre fogom átrakni, bevezetjük oda, stb., de egyelőre most el vagyunk. Jó, mert nem ezzel akarok foglalkozni ebben a részben, hanem szeretnék haladni egy kicsit megint az IC2-vel. Most egyelőre ezt a Big Reactort én azt mondom, hogy egyelőre tök jó. És akkor, mint mondtam, én ezt majd fel fogom építeni kicsit nagyobbra, és akkor az egész bázist átállítom rá. És akkor ezt a hülye gőzös fafarmos szart, azt majd itt... Jó, fafarm fog kelleni, mert ugye IC... Bár nem, mert... Na mindegy, majd meglátjuk. 29 emerald? Zsír. Na. Egy gyors trükk, ugyanis az előbb totálisan elfogyott az XP-m, itt még itt leföl csalinkáztam itt az elevátorral. Ugye van nekünk egy rakás mobeszenszünk, és van ez a kis trükk, ugye ez a straw, ez gyakorlatilag szívószál, meg egy darab vödör segítségével a mobeszenszből tudsz XP-t csinálni magadnak. Következő módon, ugye fogsz egy vödröt, van egy ilyen kis egyszer egyes kis blokkod, oda bele cseszed a mobeszenzt, és szépen megiszod ezzel a szívószállal is. Haha, XP. Finom lehet, ilyen zombi lé. Tehát rettentő gusztustalan, itt konkrétan öklendezek, így kicsit vizuális típus vagyok, és így elképzelem, hogy ilyen trancsírozott zombit iszol meg, érted? Az agydarabok még így lógnak ki belőle. Gusztustalan, de mindegy, de XP. Jó, na, ez a módja, hogyha mobeszenszed van, viszont XP-d az nincs. Na, következő. Szóval akkor ugye ott tartottunk, hogy IC2. Első lépésben, amit szeretnék, automata izébigyót gyártani. Mi az már? Upgrade-et. Ami ez. Overclocker. Ugye kell hozzá ez a 10K coolant cell. Amihez water kell, valamilyen water, ami pedig ugye water cell, és én azt úgy szeretném, hogy ide teszek még egy fluid transposert, amit én most
gyorsan meg is csinálok. Na meg vagyok, villám gyorsan legyűszmékelek ide, és szerintem haladok ezen a soron tovább. Nem hoztam kanduitot. Csináltam én előző rész után, mert csináltam. Úgyhogy van itt egy pár, hú, nem sok. Na mindegy, elég ez. Az pedig így. És ide viszont kell nekem egy... Kell nekem víz. Na hát ez szerintem... Ja, de nem jó, mert ott a kijárat. Akkor... Így. Hát ez most már itt kezdem összecseszni elég csúnyán ezt a helyet. Nem baj. Nem baj. Waterbite. Ide. Meg. Ide. Ez az ilyen nagyon bonyolult összeállítás. Igen. Fluid transposer jön. Ide. És. Jó, messze van, nem baj. Ez a szoba, ez lehet kicsi lesz ez nekem. Mert itt még lesz azért még pár IC-s gép is, bár itt egész sok elfér még. Na mindegy, majd kibővítem, vagy csinálok másikat, vagy tököm tudja. Leszarom. Oké, ez jön ide. ME cable lerenne szükségem, lerenne, vagy relenne. Szóval cable. Oké, ez is van. Kupleráj! Bakker! Nem bírok normálisan dolgozni, szépen. Nem baj, ez lesz a védjegyem. Aj. Ó, dögölj meg, úgy. Jó, ez ilyen dörp. Ígyni. És következő, ugye ez fel van töltve. És azt pedig fölülről kapja ide bele a cumót, és hátrafele meg kilöki. Jó, ez az első lépés. Akkor ide feljövünk. És azt mondjuk, hogy tudunk ilyen... mi az már, ezt a tin cant, vagy az kell hozzá? Ja, nem, mert az zeri battery. Tin. Vagy mi itt? Mert ilyen cant kell csinálni, vagy... Várjunk, csak azt már én automatizáltam. Ó, már nem emlékszem. Azt hiszem ezt a metal formerbe kell. Ja, tudunk csinálni empty cellt. Abba kell a wassert gyártani. Ugye, jól tudom. Apa, ez így nem jó. Water. Water cell. Empty cell. Jó. Akkor az is jó, hogy... Ó, nagyon jó. Nagyon jó. Azt mondja, hogy kell nekem akkor ilyen cell, van is, akkor egyet én itt megcsinálok, ide te begyűsz, így van, vissza, ez így kényelmesebb ám, hogy itt leföl tudok gurgulászni ezzel a szarral, ilyen lesz ebből, encode. És már is tudunk vizes cellát gyártani, mihelyt ezt ide berakom. Úgy. Ja, csak még be kéne kötni a izét. Jó lesz az itt szerintem oldalt is, nem? Jó, hát nekem tök jó. Van itt ilyen basic import, basszom, csak hogy elférjek mögötte. Mert ez így nem lesz jó, hogyha nem férek el. Itt a kimenet. Akkor ezt itt leveszem. Úgy. Rossz oldal. Vagy mi? Ja igen, mert szemből kell nézni akkor ez az oldal. Így, né? Import bus. És az utolsó szemkábelemmel. Jó kis loopot csináltam ide. Nem baj, jó van az. Oké, és oké. Akkor tehát cell. Nézzük, csak csinálsz egy 10 darabot. Úgyis ebből fog kelleni elég sok. Menj le! Azt nem mondtam már, hogy megcsinálta ennyi idő alatt. Nem hinném. Ja, de nem is kell fölvenni, itt az a kezembe ez a szar. Water cell. Ja, persze, mert közben ott izé le is kell gyártani neki a cell. Ó, oh, látjátok? Nagyon zsír. Ja, csak itt meg most ezt átrak. Így. Oké. Okay. Nagyon zsír. Jó, akkor ez megvan. Következő. Kell hozzá...
Ezek mennek vissza. Ez a 10K-hoz, ugye ez kell a gyorsítóhoz, vagy hát ez a speed upgrade template. Akkor szerintem ez meg is van, mert azt meg tudunk template-et, az egész biztos vagyok abban, persze, hogy tudunk simán, vagy nem. De tudunk, oké. Okay. Akkor egész egyszerűen kell akkor egy ilyen cell, ugye és ezt köré kell rakni a template-et. Biztos, ugye volt. Így, és tüty, úgy van. Exactly. Oké, okay, ez megvan. Következő a upgrade-hoz. Ez ilyen Hawking is volt. Azt mondja, hogy overclocker kell hozzá. Ilyen, ezt is tudunk, mindent tudunk. Hát ez egyszerűbb volt, mint hittem. Így, encode, te bemész. És már is 10K. Nem 10K, hülye vagy, ülj le egyes, upgrade. Kell ilyen energy tierből egy, csináljon ebből is egy 8-at, meg ebből az overclockerből, vagy sokat, hát azért ennyit ne, tudom én, egy 30-at. Jó, na. Hű, ez cruising, tehát ez megy mint állat. És akkor ugye ezt is majd fogja csinálni. Ugye többet tud egyszer, mivel több van, több processzor van bent. Ezek itt szépen, jaj, de beakadtam. Ezek itt szépen itt gyártódnak, nagyon zsivány. Ebből most nem megy bele, már van. Jó, akkor mindjárt visszajövök, hogyha ezek legyártódtak. Na, megvannak a transformer upgrade-ok, még ezeket csinálja az overclockert. Ugyanis, hogyha ugye minél jobban gyorsítod a gépet, annál brutálisabb mennyiségű energiát fog elfogyasztani, viszont minél brutálisabb energiát kötsz bele, annál nagyobb a robbanás veszély, ezért kell ugye a power tier-t fölnyomni. Hát én mindegyikbe raktam kettőt, így megnézzétek fönt a vélát, max power 8192. Szóval így most már meg lehet őrülni azzal, hogy mekkora energiát kötünk bele a gépekbe. Úgyhogy én így kapásból a HV kábelt felhoznék ide. Tudunk csinálni olyat? Nem tudunk. Viszont 512 EU per tick, az elég lesz szerintetek? Szerintem ne bízzuk a véletlenre, nem? Ha már tudunk ilyet csinálni, hogy HV cable metal formerbe kell. Csináljak ilyet, akarok én? Mondjuk lesz itt fönt bőven gép, meg lesz izé is. Mindegy, egyelőre maradjunk a goldnál, és akkor majd, hogyha nagyon kevés, akkor felvételen kívül kicserélem. Úgyhogy ebből egy 30-at leszel szíves csinálni. És közben én itt... Nem, jó, megvárom ezt mindent, mert akkor lebontjuk a kábelt és teszünk be újat. Nyami! Na, elkészült minden. Most büfögtem fel az utolsó maradék zombi levest. Szóval, hogy ott tartunk, hogy upgrade, zsír. Meg közben én betanítottam itt a HV kábelt, mert úgy döntöttem, hogy miért ne. Mert egyébként ez elég olcsó. Na, leszámítva a gumit, de hát ugye azt be tudjuk farmoltatni vele, tehát az így nem annyira gáz. És akkor én ugye azt csinálném, hogy megnézem, mennyi egy MFSU. Mert ugye első körben az kéne. Ilyen kell. Mennyit? 20.048. Az úgy kellemes. Jaj! Jó, MFI az mindenféleképpen fog kelleni. Igen, ezeket kéne megcsinálni először, az Energy Crystal-t, ugye itt ez a dust kell hozzá, meg ilyenek. Oké, okay, no problemo. Első körben kicseréljük a kábelt, és... Vagy ne? Nem, inkább előbb betanítom neki ezét. Betanítom neki ezt a gyémántos szartalicskát. Ugye ezt az Energy Crystal-t, Energium Dust, ugye kell a gyémánt dust. Akkor kell nekem dia. Lemegyünk. Gyorsan maceráltatok egy gyémántot. Ez így lett túl gyors.
Hogy nem tudom, mi volt. Igen, túl gyorsan eltüntette belőle az energiát, és nem tudta megcsinálni. Még egyet. Úgyis ebből kell egy pár. Klik, 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 klik. Úgy. Oké, vissza. Itt pedig. Hú, elfogyott a izé. Elfogyott a blank pattern. Akkor gyorsan kérek még. Úgy, ni, csinálja megint egy 20-at, hogy legyen. Mi nincs? Jaj, nem már. Oké, nem baj, mert fogok csinálni induction furnace-t, és abba fogom az üveget csináltatni, és belebaszok overclocker upgrade-eket, úgyhogy lesz. Lesz gyorsan, abból már üveg, és akkor az ugye 5000-rel ki tudja sütni. Jó, akkor ez megvan. Vissza. Van már ilyen blank szarunk. Jó, van 3, hát ez remek. Ezért utálom amúgy a sima izét, sima redstone furnace, mert az olyan tetűlassú, hogy nem igaz. Jó, akkor kell nekünk ez, ez. Így. Egyszer. Oké, te mész ide. Ahogy kell csinálnunk egy ilyen gyémántot belőle. Akkor viszont gyártsál nekünk csak ilyen dustot. Ilyet, egyet. Abból lesz ugye... Vagy mi? Egy receptből lesz 9. Elméletileg, ami pont egy gyémánt? Vagy hogy van? Mindjárt. Azt hiszem, igen. Igen, egy receptből lesz 9 darab. Akkor duszt. Jó, na ez így már overclockerek elég faszántosan megcsinálja. Jó, akkor ide jövünk kompresszorba be. Neki is adok, vagy 4, 5, 6. Annyit elbír. Ne, egy dögölj meg, azt is kihúzta. Nem baj. Dia. Nem. Kristál. Így van, kristál, és akkor kell még nekem duszt. Ebből még egy szett. Ezt elég gyorsan meg fogja szerintem csinálni. Csak az a baj, hogyha itt elkezdünk komolyabban gyártani, akkor ugye azt a szegény kis bedboxot azt olyan szinten ki fogja szívni, szerintem be fog horpadni az oldala. Úgyhogy ezzel azt most így jelenleg azt ki akarom cserélni minimum egy MFI-re, de inkább jó lenne egy MFS úra. Mert az jobb azért. Jó, tehát akkor azt mondjuk, hogy 9... Ne legyél se fós, please. Ez egyébként elég nyomorékul működik ez, vagy lehet, hogy én vagyok hozzá nyomorék, még nem döntöttem el. Úgyni. Te mész lefel a macerátorba, ugye? Nem, bocsi, kompresszorba. Így. Jó, most már ezt is tudunk gyártani, nagyon ügyesek vagyunk, és akkor ilyet tudok. Jó, akkor ezt én be is tanítom. Az MFI-t. Úgy. Mész befele. Ja, hülye vagyok már, hova akarom rakni. Így. MFI. Akkor csináltatunk vele. Eine kleine. Ez mi? Miért? Miért mi? Milyen missing materials? Energy crystal. Jó. És? Ja, értem, vagy nem. Jó, értem, mi a baja. Az a baja, hogy... Ahogy nyomi. Tehát shift jobb, klik, kiveszed, vissza. És... ugye mivel ez a más itt az ID. Mert elméletileg ezzel is jó persze ígyni. Mert ugye konkrétan ezt tanítottuk be, aminek van ilyen kis csíkja. Ja, igen, kis gyerekbetegség, nem baj. Akkor még egyszer. Úgy. Na, így már jó. Jó, hát igen, vannak, ez a bajom nekem például a... Most megcsinálhatnám azt, hogy macerátorral és induction furnace-szel az ércfeldolgozás, de most már mindegyik ilyen izét... ezeket a pléteket mind a Thermal Expansion-os ércekkel állítottam be, és már nincs kedvem újra izélni, igazából van bőven a cuccunk, meg ráért izéni, gyártani őket, úgyhogy
nem fogom azért átrakni teljesen IC2-re. Majd talán a kövi sorozatban úgy csinálom, hogy a alapból IC2-vel fog kezdeni, bár nem akarok spoilerezni, na. Jó, következő sorozat hol van az még? Hát még ezzel is izé. Alig van pár rész. Ja, most veszem a 45-et. Na, hogy állsz te? Most ez mit csinál? Ja, megy a macerálás ezerrel, most hát nem ezerrel, mert úgy kicsit még adunk neki egy, hát mit tudom, legyen benne egy 10, ebbe is legyen azért 8, ebbe is úgyni, szépen így, így most már azért elég csúnya mennyiségű, ebbe is 10, és ebbe is legyen 10. Micsoda, egyszer élünk, öcsém, oda baszunk a rendszernek, fuck the system. Na, meg vagyunk az MFI-vel. Nyem, why nem? Oké, és akkor mi van most? Miért nem csinálod? Fuck you, halál. Ez most mi baja van ennek? Miért mondja az, hogy azt még kraftolja? Aj, egyébként az IC2-vel nem van kibékülve annyira ez azért. Ott a 4, akkor miért? Nem tudom, nem tudom. Rakjuk csak össze kézzel. Hát, igen, szóval, ja, vannak ilyen problémák. Mindegy. Mennyi az MFSU akkor? Ez a lapotron, ez mibe kerül? Lapis dust, meg... mindegy, ez most egyelőre majd utána. Majd utána. Egyelőre ezt itt kábelezzük át HV-ra. Aztán majd kicseréljük ezt. Ez nem kell, de leszarom, hogy széttörtem. Úgy. Ezt is akkor átrakom. Öcsém, ez olyan, mint a MÁV felső vezeték. Fuck you. Fúj de ronda. Te kibaszott nagy hernyó. Süt csak ki. MFI. Ki férek, ja, ki. Jó. Te ide. Te jössz. Innen rakom. És akkor itt lesz az output talán. Ja, na hát ez így már határozottabban szép mennyiséget tud eltárolni. És akkor szépen a felső vezetéket itt felhozzuk. Úgy. Azokat onnan még kigyomlálom. Mágnes bekapcsoltam, és akkor szépen kiszíja. Úgy, zsír. Na, most már szerintem teljes kapacitáson tudjuk ezt veretni. Úgyhogy, ja. Jó, szeretnék még én készíteni egy olyan dolgot. Mindjárt megnézem, hogyan felvételi időben, és akkor annak függvényében fogom csinálni azt, amit csinálni szeretnék. Na, itt vagyok még egy befejezésül, azért még egy csináltam én ide egy induction furnace-t, ugye betanítottam az eddig bemutatott, már 50-szer bemutatott technikával, szépen benyomjuk, ez hagy melegedjen. Ezzel el lesz. Na jó, ezt megvárom a kedvetekért majd még, de addig ezt beállítom. Ugye így, és akkor ide. Precision import bustrakok, én azt úgy tudom, hogy ez gyorsabb. És stack mode. Mert ugye ez olyan gyorsan csinálja, hogy itt jóság lesz. Na, megvárom, míg ez bemelegszik. Nem, addig átrakom a... Nem ebből, nem is ebből. Hol a sütő? Ebből. Ez biztos. Ezt is, meg ezt is. Mert akkor ez kicsit 5000-szer gyorsabban fogja kisütni a cuccokat, főleg az üveget, mert az brutális, milyen lassú. Na, induction furnace-ünk meleg, mint az osztriga bár hajnali egykor, úgyhogy azt mondom neki, hogy csinálj glass-t. Na nézzük, milyen sebességre képes. Úgy tudom én, csináljon, legyen egy ennyi.
Hát igen. Azért ez oda basz. Tehát ez így pöppet gyorsabb, mint az izé. Ez a Fosrestone Furnace. Nézzük, hogy... Ja. Hát ez is sokkal királyabb, és ugye jóval gyorsabb lesz a processzor is, jóval gyorsabb lesz a szilikon is, úgyhogy szerintem ismét egy rohadt király részen vagyunk túl. Jó van, na poénkodok, nem vagyok ilyen izé. Na, akkor tehát igazából a mai részre én ennyit szerettem volna, lehetne még ezt ragozni, ezt az IC2-t, fogjuk is, ugye majd nem sokára elkezdjük a You Matter gyártást, ezt itt egy picit átszaptam, míg ezt itt vártam, hogy melegedjen. Ugye a You Matter gyártást, hogy el tudjunk kezdeni iridiumot reprodukálni, hogy tudjunk kvantum szuitot csinálni. Na most nem tudom, hogy mennyire van értelme, vagy mennyire nincs. Ez nem így van. De én szerintem tök menő, hogyha van. Mert méne, ugye van ebből is beépített egy jetpack, meg mit tudom én. Úgyhogy szerintem így tök menő, meg ez, gondolom ez a víz alatt is jó, meg éjjel lát, meg a tököm tudja, jó, a power suite-ot is föl lehet rakni, de mennyivel menőbb már egy quantum suite? És akkor majd meg is csinálom még az izét is, mert ugye iridiumból a quantum suite-ot lehet, meg a laser drill-t, amin van izé Fortune 3. Laser drill már faszomat. Simán drill. Ez a ugye ez az Iridium Drill, Fortune 3 van rajta, iszonyat kurva gyors, meg minden ilyesmi. Szóval majd ezek is lesznek, meg majd, ugye amit már mondtam, a Nether Star Farm is, de majd minden idővel. Viszont én megköszönöm mára a figyelmet, amennyiben tetszett a videó, dobj egy lájkot, oszd meg, iratkozz fel. Köszönöm szépen, sziasztok!